A legutóbbi szezonban, míg átcsoportos, rutinos játékosokat felvonultató Kaposvár kezdte jobban a meccset a fokhíjas Cápák ellen, az első negyedet 7 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 percben 5 ponttal nőtt a különbség. Fordulás után sem változott a játék képe, a fáradó vendégek ellen sorra szerezték a kosarakat a kaposváriak, akik végül magabiztosan nyerték meg a mérkőzést. Nem Kaposvár volt a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma volt az utolsó két hét, olyan betegségi hullám volt nálunk, hogy nagyon sok játékos kevesebb edzett, és első irányítónk nem is utazott. És ettől kell megváltoztatni a szerkezet és egész koncepció. Nem egyszerű Kaposvár ellen, aki egy nagyon jó csapat. Az a mi bajunk volt ott, mert a hosszú a padunk, és nagyon sok rutinos játékos tartók a ritmusát. Ez látható eredményen is, első fel ide, ameddig volt erő, és tartók a koncepciósan az, amit játszania kell. Volt 10 pont különbség. De másik felidő, amikor mi elfáradtunk, tele voltunk fautokkal, akkor nehéz volt tartani az ritmusot, és így lett a vége. Megkóstolunk a Kaposvár, megnézzük milyen, de most jön a következő meccs, befejeztünk ezt a részt, reméljünk, hogy mindenki edzésen lesz nagyon gyorsan. A második forduló további eredményei a következők: Fót Újbudamavc 73-83, Vasas Akadémia Mehavc 77-56, TF Budapest Deac U23 79-83, Jászberény Dávid Kornél Akadémia 69-75 és Salgótarján BKG Prima Akadémia 83-94. A kék cápák a következő fordulóban Debrecenbe utaznak. Ilyen típusú csapok Debrecen nagyon kellemetlen. Ők kezdenek a A-csoportos csapattól, húzó játékosok ott vannak, padon kapják az idő A-ligába. Más dolog, ha emlékszel, tovább nagy győzelmi sorozatunk, csak Debrecenbe kikoptunk, ami meg kellett volna. De mondtam, ott nagyon nehéz játszani, ők jönnek, neki ez egy olyan nagyon hasznos dolog, hogy játszani Piros Ligába, feljutási lehetőség. Játszanak a teljes gőzzel, különösen csapatok, akik képviselnek valami jó erő B-ligába. Hát készülni fogunk, persze győzni kell, meglátjunk, hogy mi lesz. Tartani kell a saját játékszisztéma úgy, hogy visszajön mindenki, és kemény edzésekkel, mert vasárnap játszunk, hozni ezt a formát, ami nekünk kell. A harmadik forduló további párosítása a következő: Mehavc Kaposvár, Óbudai Kaszások Fót, Jászberény Salgótarján, Újbudamavc Vasas Akadémia és BKG Prima Akadémia TF Budapest.